Szűkebb pátriánk adottságainak ismeretében és a jelen körülmények figyelembe vételével rajzoltuk meg Fejér megye jövőképét a 2030-as évekig, hangsúlyozta Varga Tamás, a leköszönő elnök. Nem búcsúzom Székesfehérvártól, hiszen itt élek és itt dolgozom, és Székesfehérvárói országgyűlési képviselőjéként továbbra is itt élek, és itt fogok dolgozni, akkor is a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként is dolgozom. Nagyon komoly előrelépések történtek az elmúlt 2,5 évben a honvédség területén, tért át Varga Tamás államtitkári munkájára. A Honvédelmi Minisztérium kinevezett parlamenti államtitkára elmondta, tovább lépésnek tekinthető az önkéntes tartalékos rendszer teljes feltöltése 2014-ig. Holnap reggel 8 órakor egy állománygyűléssel kezdődik a nap, amely állománygyűlésen Hende Csaba miniszter úr bemutatja az új parlamenti államtitkárt a Honvédelmi Minisztériumban, és megkezdődik a munka a Honvédelmi Minisztériumban. Az elmúlt 2,5 évben már eddig is kiváló munka folyt. Azt gondolom, hogy ez a minisztérium igazán bizonyított. Varga Tamás fontosnak nevezte még a missziós szerepvállalást, a szövetségesi kapcsolatok és katonák hadrafoghatósága miatt is. Kiemelt figyelmet szentel a jövőben, a tárcán belül a társadalmi kapcsolatoknak.